86 éves képzőművész Tilles Béla Budapesten Szent Iványi Lajosnál és Böhm-Lipótnál tanult festeni. Debreceni, majd nyíregyházi évek után Budapestre költözött. 1959 óta állít 9-szeresen. Mint Fent úgy lent című tárlatának a Karinti Szalon adott otthont. Itt megpróbáltam az újabb, mondjuk az utolsó 8 év anyagából válogatni. Hát amit a kiállítóterem megengedett, annyit tudtam itt összehozni. Megpróbáltam egy kicsit más-más karaktereket, tehát hogy egy kicsit nagyobb skála látszódjon a munkáinkból. Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van. És ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van. Így érted meg az egy varázslatát. Ezek a szavak egy 15 ezer évvel ezelőtt keletkezett smaragdtáblán olvashatók, amely az egyiptomi magaskultúra megalapítójának, Thothnak, a későbbi Hermész Trismegistosnak a munkája. Tilles Béla egész életében a kozmosz gyönyörűségét figyelve kereste a válaszokat a földi élet nagy kérdéseire, és ezeket szobraiban, grafikáiban és festményeiben meg is adta számunkra. Mint fent, úgy lent, tehát az a világ tulajdonképpen egységes. Ugyanaz, lényegében ugyanaz történik fönt a kozmoszban, mint amit lent a földön, vagy éppen bennünk. Az Újbudán élő és alkotó művész ma már inkább csak festészettel foglalkozik, de korábban köztéri és játszótéri alkotásokat is készített. Nevéhez fűződik az első hazai mobil szobor elkészítése is. Az országban az első köztéri mobilt megcsináltam, egy spirál, amelyik mozgott, és este még a reflektoroknak is volt egy szabályozása, tehát az egész egy a mozgás jelent meg, és a csillogás maga. Új anyagokkal is kísérletezett. A krómacél mellett az általa kifejlesztett formalkitból is készített szobrokat. Köztéri alkotásai számtalan helyen megtalálhatóak Magyarországon. Őrmezőn, a Kérő utcában látható diszkutat tervezte a Csokonai díjas művész. Megpróbálok most is folyamatosan alkotni. Hát most volt egy kis gigszer egészségügyileg, de úgy tűnik, hogy viszonylag hamar rendbe jövök és folytathatom. Nem is nagyon nyűskök az a helyzet, én dolgozom, most már tavaly óta van egy kis műtermem is a Bartók Béla úton. Korábban Zuglóban volt egy hatalmas műtermem, csak beázott fölül, aztán beázott alul, és kezdtek a képeim tönkre menni, úgyhogy el kellett jönnöm. És pár évig otthon festettem, hát meglehetős kisebb, de most is kicsi az egész a műterem, ez körülbelül ennyi. Úgyhogy itt a maximális méret, ez a 2 méteres, amit ott meg tudok csinálni, de hál' Istennek tudok azért folyamatosan dolgozni.